Az LMP kerületi központjában filmvetítésre készülnek. Az apropó, hogy egy éve szakadt át Kolontár és Devecser mellett egy vegyi üzem zagytározója. A súlyosan mérgező vörösiszap elöntötte a falvakat, rengeteg ember meghalt és megsérült, a vegyi katasztrófa lenullázta a térséget. A katasztrófáról Várnai László és Kocsis Tibor készítettek dokumentumfilmet, ezt vetítették a tragédia évfordulóján. A film, amiből most részleteket láthatnak, a következő címet viseli: Vörösiszap és más ketyegő időzített bombák. A cím sejteti, Kolontár csak egy olyan hely, ahol megtörtént a katasztrófa, ám ilyen biztonsági mulasztások máshol is vannak. Az erősen maró lúgos zagy 120 embernek okozott vegyi égési sebeket, melybe többen napokkal később haltak bele. Volt, aki kimentéséig állt a maró folyadékban. A 22 méter magas tározóból kiömlő iszap félelmetes erővel zúdult át a falvakon. 2 méter magasra csapva autókat ragadott magával, házfalakat, kerítéseket döntött le, és ahol átvonult, több mint 1000 hektáron, iszappal borított, élettelen, marsbéli táj maradt utána. A filmvetítés után Várnai László rendező, Rúzsa István a kerületi lap fotósa és egy önkéntes, Kalocsai Kinga számoltak be tapasztalataikról. A legijesztőbb a lakásokban látni, de elképzelem, hogy nekünk is fotósként ott vannak a családi fotók, a családi ruhák, a gyerekholm, és ez egyetlen pillanat, az egészet lemossa a víz, vagy ez az iszap ráadásul. És hát az volt a nagy szerencse, hogy azt hiszem ez délben, egy óra körül, egy dél és egy között következett be hétközben. Hát nagyon-nagyon kevesen voltak otthon, öregek, idősekbek voltak otthon, azokat is érte, azok is haltak meg nagyrészt. Ha ez mondjuk ugyanez a katasztrófa, mondjuk egy átlag hétköznap éjfélkor vagy hajnalban keletkezik, akkor egy 100-nál több ember, vagy lehet, hogy 200-300 ember is meghalt. Ezek az emberek egy olyan bajba kerültek, amit nem lehet annyiban hagyni. És ekkor döntöttem úgy, hogy folyamatosan visszajárok a helyszínre. Először riportokat készítettem, megpróbáltam információt szerezni az emberektől arról, hogy igazából mi az ő problémájuk, hogy mit szeretnének ők, mi az, ami ott nem működik. Ezeket megírtam, elküldtem különböző külföldi szervezeteknek, pártoknak, újságoknak, stb. De remélem a felelősöket megkeresik. És elszámoltatják mind a halálos áldozatokért, mind az anyagi kárért, meg a tönkretett családokért. Mindenünk tönkrement. A házunk, a bútoraink, a lovunk megdöglött, 2 kutya eltűnt. És a tűzoltó segítségével mentették ki a 2 személyt, a férjemnek a lábai eléptek. A gyerekem a kórházban van, meg a menyem, meg az unokám. Úgyhogy nem tudom, mi lesz. Ezeket a megdöbbentő képeket látva az ember megérti, miért mondják azt a helybeliek, hogy akinek nem vitte el a házát az iszap, az is károsult. A katasztrófa élhetetlenné tette a falut. Nagyon nagy különbséget tesznek iszapos és nem iszapos között. És itt nem csak azokat érintette ez a katasztrófa, akiknek a házába bement az iszap, vagy akiket fizikailag a bőrén érintett az iszap, hanem mindenkit érint ezen a 2-3 településen. Mivel egyrészt van egy porzás, aminek nem tudjuk, milyen egészségügyi következményei lesznek, másrészt viszont ugye most Devecserben nem tudom, hogy itt önök közületek kivenne egy házat azon az értéken, ami mondjuk tavaly szeptemberben volt senki. Tehát kapásból ezek az emberek nem tudnak elköltözni, és itt nem csak az egészségügyi problémákról van szó, amik felmerülhetnek most vagy a jövőben, hanem arról is, hogy most valahol ő máshol kap munkát, vagy csak az élmény miatt szeretne elmenni, mert nagyon sokan nagyon rossz élményekkel rendelkeznek a mai napig. És nem egy olyan családot ismerek, mint akiket említettem az előbb, hogy a gyerekek konkrétan felsírnak éjszaka. Amellett nagyon durva volt tényleg szembesülni ezzel a
ezzel az érzéssel, hogy, hogy hogyan tudnék inkább segíteni, és nem interjút készíteni velük. Tehát, hogy tényleg valakihez illik-e oda menni, miközben az egész eddigi életét elvesztette, esetleg hozzátartozik, kórházban fekszenek, oda menni és elkezdeni kérdezgetni és interjút csinálni. Ez egy nagyon, ez egy klasszikus riporter kérdés, hogy segítek, vagy segítek-e azzal, hogy interjút készítek vele, nyilvánvalóan segítünk vele. A takarítás folyamatosan történik, de hogy valójában egészségkárosító-e a falvakban élni, még nem tudjuk. Aki nem jutott el a filmvetítésre, az látogasson el a Kondor Béla közösségi házba. Október 7-én pénteken este 6-kor nyílik Rúzsa István kiállítása a Vörösiszap tragédiáról.